Képviselő hölgyek, képviselő urak, tisztelt főállandóasszony, alpolgármester úr, hivatalvezetőasszony, köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Egy hét késéssel, technikai okok miatt múlt heti időpontunkat most tartjuk meg, a rendes évközi testületi ülést ugyan májusra van tervezve. Engedjétek meg, hogy ülve folytassuk a mai tanácskozást, úgy, ahogy szokjuk. A mai testületülés programját múlt héten csütörtökön kiküldtük. A kiküldött programhoz egyetlen egy kiegészítő javaslatom van, amit régen volt a taglaló, csak hát én hibámból elfelejtettem besorolni a programba. Lackó Sanyi van itt ezügyben, jelenlétében üdvözlöm téged is, Sanya. A úgynevezett Peret TV-nek a elindításáról és a bemutatásáról van szó, amit már pár hónapja a Sanyával dolgozunk. A Kultúrbizottság tagjai tudják is, hogy miről van szó, mert ugye bizottságon belül már ezt beszéltük. Úgyhogy ezt szeretném, hogy azzal a program ponttal, hogy Peret TV működtetése, elindítása és működtetése, ezzel a ha megengeditek, hogy a Sanyának ne kelljen az egész testületen itt ülni, akkor a hatos programpont után, azaz a határozatok ellenőrzése után, a főellenőrasszony is megengedi, akkor besorolnánk a programba, és előre mennénk, hogy a Sanyát aztán el tudjuk engedni, amennyiben nincs más dolga. Úgyhogy elnézést kérek, hogy kifelejtettem, de légülés anyagot úgyis csak most fogunk hozzá látni, úgyhogy remélem, hogy nem baj a képviselőknek, ezt szeretném, hogy soroljuk be, amennyiben nem tudom, van-e ellenvetése valakinek, vagy kívántok erről külön szavazni. És még kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata a programhoz. Egyéb pontokban marad minden úgy, ahogy kiküldtük. Jó? Akkor, ha nincs rá kérés, hogy külön szavazzunk a módosítással, és egyetért mindenki, hogy amblok szavazzunk a program jóváhagyásáról, ezzel az egy kiegészítéssel ki van az mellett, hogy a mai testületet ez szerint, a pontok szerint vezessük le mellette. Tartózkodott valaki ellen? Köszönöm szépen. Elfogadtuk. A munkabizottságokba, javasló Munka Attila és Somogyi Roland képviselőket. Szavazzunk erre mellette. Tartózkodott valaki? Attila tartózkodott. Ellene? Ellene volt? Ja. Kettő tartózkodással jóvá hagytuk, köszönöm. Számláló bizottsága Somogyi Attila és Takács Szilárd képviselőket mellette. Tartózkodott valaki? Ellene? Kettő tartózkodással elfogadtuk. És jegyzőkönyvhitelesítőnek Keszek Szilvia és Perina Krisztián képviselőket. Kérem, szavazzunk mellette. Tartózkodott valaki? Ellene? Köszönöm, kettő tartózkodással, ez ismét az érintőket részéről jóvá hagytuk. Megkérem a főellenőrasszonyt, hogy az előző testületi ülés határozatainak ellenőrzését. Köszönöm, és a betessék. Az előző testületi ülés határozatainak ellenőrzése. 27. határozat. Peret község képviselői testülete jóvá hagyta a támogatási kérelem benyújtását a sportfejlesztési alapból a lelátott ülőhelyeinek felújítására. Továbbá biztosítja a projekt támogatási feltételeit és a finanszírozáshoz szükséges költségek 30%-át, ami maximálisan 9.006,50 € összegnek felel meg. A sportfejlesztési alapból a lelátott lőhelyeinek felújítására vonatkozó támogatási kérelem elkészült, és ezt követően megnyújtásra is került. Várjuk a kiértékelést. 28-as határozat, önkormányzati képviselő testület jóváhagyta község 2015-2022 közötti időszakra vonatkozó gazdasági és szociális fejlesztési terve érvényességének meghosszabbítását 2025-ig, a község következő időszakra vonatkozó új gazdasági és szociális fejlesztési tervének jóváhagyásáig, a hivatal oldalán ki is van függesztve. A község szociális fejlesztési tervét
A hivatal kiegészítette az érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó információval a képviselőtestületi határozattal összhangban. 29/2023-as határozat Perek község képviselőtestülete jóváhagyta község tulajdonában levő földterületek bérbeadását, nevezetesen E-típusú 1281-es parcella 1044 négyzetméter területű szántóföld, 1282-es parcella 2890 négyzetméter területű szántóföld, 1283/1-es parcella 86 négyzetméter területű szántóföld, a 138/1991-es számú 9-es A paragrafus 9. bekezdésének C pontja értelmében Somogyi Attila kérelmező számára lovak számára istálló park létesítése céljából 0,015 euró per négyzetméter éves bérleti díjért 10 éves időtartamra. Az önkormányzat és a kérelmező között létrejött az önkormányzati tulajdon használatára vonatkozó bérleti szerződés, amelyet ezt követően közzétételre került a falu honlapján és a központi szerződés nyilvántartásban. 30-as határozat Perek község képviselőtestülete jóváhagyta a község megvásárlási szándékára irányuló kérelem benyújtását a Szlovák Köztársaság Vasúttársaságához a C-típusú 1739/4-es számú parcella egy részének bérbeadására és az 1042-es nyilvántartási számú vasútállomás épületének megvásárlására. A kérelem benyújtása folyamatban van. Hosszú távú határozatok ellenőrzése, ezek a régi határozataink, 62/2019-es visszanemtérítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtása, szociális intézmény létesítésére a régi óvoda helyén a feladat folyamatban van, nincs megfelelő kiírás. Az ideiglenes határozatok ellenőrzése. A testület 2022. június 8-án 605/2022-es számú kérelemmel kapcsolatban javasolja a kérelmezőnek, hogy a földterület Perek község részesedésének megvásárlásával vagy cseréjével rendezze. Az érintett még ezügyben nem foglalt állást. 82/2020-as határozat visszanemtérítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtása, csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése Perek területén. Önkormányzat rendszeresen figyeli a kiírásokat, jelen pillanatban nincs megfelelő kiírás. 22/2021-es határozat. Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek eladásának szándéka Pereki lakos számára, az érintett még szintén nem foglalt állást, pedig volt neki küldve írásbeli felszólítás, tehát folyamatban szintén ez a feladat. Köszönöm szépen, valakinek kérdése az előző határozatok ellenőrzéséhez. Akkor amennyiben nincs tudomásul vételre, kérem szavazzon, ki van mellette. Tartózkodott valaki ellenem. Köszönöm szépen, jóváhagytuk. Tudomásul vettük elnézést, ellenőrzést. Most pedig úgy, ahogy javasoltam, hogy a 6. programpont után térjünk rá a úgynevezett Perek TV projekthez. Fölvezetőnek csak annyit mondanék, hogy tavaly kezdtük a kommunikációt. Végül is az volt a én tapasztalatom, hogy nagyon sok képi vagy videó anyag készült már az elmúlt időszakban is a faluról, ami ugye nincs neki megfelelő helye, ahol könnyen, gyorsan elérhető legyen mindenki számára. Ami azt jelenti, hogy általában fel szoktuk tölteni például a Facebookra is, hogyha volt a falunapi futóverseny vagy a gyermeknapos, tényleg nagyon jó minőségi videókról van minden esetben szó, hogy a
föltöltöttük a Facebookra, de hát ismerjük, hogy hogy működnek ezek az algoritmusok. Egy-két napon belül probléma volt, még annak is visszakeresni, akinek a oldalán ez föltöltésre került, nem még akkor tényleg lakosnak. Főleg azért mondjuk meg őszintén, hogy mi mindig vannak olyan lakosaink, akik nem Facebook kompatibilisek. Nincsenek sokan, de azért még mindig vannak, akik nem használják ezt a felületet. A weboldalunk, ugye weboldalunkra általában a videótartalomként a testületi üléseknek a videói kerülnek föl. Ugye a weboldal az egy hivatalos oldala a falunak, ahol hivatalos dokumentumok, törvény által megszabott kritériumok vannak, és aki ismeri a weboldalunkat, tudja, hogy elég összetett, bonyolult, itt a kultúrkomissziónál volt is ilyen meglátás, hogy nehéz benne orientálódni. Hát igen, nehéz, mert egyszerűen annyi féle fajta információt kell közölni, hogy igazából nehéz olyan struktúrát is kitalálni, ami áttekinthető. Ezért nem is alkalmas arra, hogy mondjuk ilyen könnyedebb tartalmakat tudjunk arra szabadon megosztani, nem beszélve ugye a kapacitásáról is, hogy végül is az is véges, korlátozott, és még egyszer mondom, nehezen után kereshető. Vannak erre már példák, én tapasztaltam ezt azelőtt is, hogy ilyen gyűjtőportálokat láttam konkrétan egyetlen egy esetben, és erre fölbuzdulva kerestem meg szerintem a faluban az egyik legkompetensebb, aki operatőr, producer, és nem tudom mennyi mindenféle minőségben lackosanyja dolgozik, nem csak helyi, de hát országos mondhatni határon átívelő tevékenysége is van, úgyhogy én megkerestem a Sanyát, hogy nem tudnánk létrehozni egy olyan weboldalról beszélünk, ami nem sugárzási licenszekhez kötött, tehát költséghatékonyság szempontjából egy weboldalról beszélünk, ami tényleg főleg ezeknek a könnyedebb tartalmaknak a közzétételére szolgál. Tehát a bármilyen videótartalom, ami már megjelent a faluról, vagy amit le lett gyártva a faluról, hozzátenném Sanyának is vannak nagyon értékes történelmi visszatekintései, elbeszélései a régi peredi emlékezőkkel, ami szerintem nagyon jó lenne, hogyha könnyen elérhető lenne a lakosok számára, ugye a YouTube is olyan, hogy tudjuk, hogy idősek nem tudnak benne keresni, ha nem tudjuk a címszavakat, akkor igazából lehetetlen visszakeresni bármilyen tartalmat. Tehát ezen ötlet útján kezdtünk el együtt kommunikálni, hogy hozzunk létre egy weboldalt, még egyszer mondom, költséghatékonyság szempontjából. Közösen azt a nevet találtuk ki, hogy peredtv.sk, mivel hogy azért elvonatkozik ez a hivatalos községi weboldaltól, tehát ezt azért ne legyen ott fontos, hogy ne legyen összecserélhetőség a kettő között. És mégül is ez a weboldal tényleg erre a tartalomra, ami a videó esetleg képes, bemutató, esetleg saját anyagoknak a jövőbeli gyártására szolgál. Ha lássátok, akkor tudjátok, hogy a Kreatv párszor tudósít a faluról, de hát az is olyan, hogy faluban nincsenek olyan sokan rácsatlakozva magára a Kreára kábel TV szempontjából. Videó szerintem interneten magát a Kreát, mivel ott azért talán a Seje régió szerepel, úgyhogy elvesznek a hírek, azért olyan sokan nem nézik, és ez egy olyan weboldal lenne, ami csak peredi, ahova csak peredi információkat tudnánk, és csak peredi videókat föltölteni. Most alapkoncepció az, hogy az eddig legyártott tartalmakat, de jövőben lehet arról szó, ahogy már Sanyát például megkértem, hogy illetve láthattátok a tűzoltószertárnál is, hogy ott is már forgattál Sanya anyagot, úgyhogy kezdett földolgozni, vagy például a falunapról is megbeszéltük, hogy esetleg arról is lehetne saját anyagot készíteni. Úgyhogy ezt szeretném, remélem nem mondtam el mindent, majdnem rábízom a szakmai és a vizuális. Nézzétek meg a vizuálist, és utána elmondom még ennek a anyagi vonzatát, ami szerintem indulásnak nagyon barátságos, tessék. Közben először is köszönöm, hogy fogadtak, köszönöm, hogy előre szavaztak a programpontból, úgyhogy tiszteletben a polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, főellenőr asszony. Néhány mondatban, tényleg csak pár percet szeretnék elrabolni a drága idejükből, szeretném én is bemutatni ezt a Peret TV-nek nevezett projektumot, amit Bárdosért prezentálok, de a Szikra az a polgármester asszonytól jött.
Tehát kezdhetném talán azzal, hogy mi is ez a Peret TV, és ezt egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor menjünk el a következő képre. Ezt egy mondatban szeretném összefoglalni, akkor azt mondhatnám, hogy ez egy vizuális adattár, kiegészítve saját anyagokkal, tehát minden egyes olyan anyag, ami Peretnek kapcsolatosan megjelenik, ugye Peretnek nagyon gazdag és hogy is mondjam, videótörténelme van, hogy fogalmazzunk így, kezdve a sajtó megjelenéseitől, kezdve a különböző személyiségek, interjúkon át, az egyes eseményekről feltöltött videói. Ez most mind egy helyre össze lenne gyűjtve és elérhető lenne, ugyanis ahogy azt a polgármester azt mondja, én nekem most problémát jelent az, hogy hogyan keressen vissza mondjuk a tavaly feltöltött falulappal kapcsolatos videókat, mert vannak bizonyos videók, amiket az algoritmus még megtalál, bizonyosokat pedig már nem. Most miért szeretnénk automatizálni és automatikusan begyűjteni és feltölteni. Miért van erre szükségem? Elsősorban azért, hogy minden egy helyen legyen, másodszorban pedig azért, mert elkezdtünk kísérletezgetni különböző fajta tartalmakkal. Ugye az újságcikkekkel már, az újságcikkeknél már látjuk azt, hogy különböző az embereknek a befogadókészsége, hosszabb cikkeket, hosszabb írásokat, kevésbé olvasnak el az emberek. Mi most megpróbáljuk ötvözni ezzel az oldallal az ismeretterjesztést, az értékteremtést, a hagyományrögzést is, hogy úgy fogalmazzak. Tehát egy széles spektrumot próbálunk átölelni, amire ki is térek azonnal a következő szlájdunk a kapcsán. Célunk ugye az, nem csak az, hogy összegyűjtsük, hanem hogy képviseljük is a falut. Tehát a Peret TV egyrészt egy úgynevezett, fogalmazunk úgy, hogy egy vizuális csöde, amelyet mindenki lát. Nem csak mi látunk, nem csak a perediek látnak, de látják a sejélyek, a deákiak, sőt nemzetközi szinten is, hogy mi történik a faluban és mi történik a faluban. Ahogy ezt jelezte a polgármester asszony is, nekem például két évvel ezelőtt, vagy talán tavaly volt egy egészen átfogó szociográfiai gyűjtésem, ahol 1930 és 45 között született perediekkel készítettünk életinterjúkat és hasonlókat. Nagyon kevesen tudnak róla, ami részben főképp, hogy inkább így fogalmazzak, az én hibám, de például ez is itt egy remek lehetőség lesz arra, hogy még több ember megismerje ezeket a történeteket és életutakat. Milyen kategóriáink vannak? A kategóriák elsősorban fontos leszögeznem azt, hogy nagyon flexibilisek, tehát bármikor változtathatóak, kezdetben áttöleli az eseményeket, a történelmet, a zenét, mert ugye hát a községhez nagyon sok zenekar, zenei produkció kapcsolódik, illetve egy visszatekintés, voltak különböző akcióink, Peret csillagaim, és így tovább lehetne sorolni, amely biztosan még bővítésre fog szorulni az első fázis után, de itt majd bízunk a peredieknek, olvasóknak és az önöknek a véleményében is, illetve tippjeiben, majd amit beküldenek. Kérem, legyenek olyan kedvesek tovább tenni a bemutatót. Ha beütik a telefonon vagy a számítógépükön azt a címet, hogy www.perettv.sk, akkor már meg lehet tekinteni a honlapnak az első változatát, amelyet igyekeztünk úgy felépíteni, hogy megfeleljen a kornak a kihívásainak, tehát egyrészt legyen responszív, legyen olvasható, viszonylag kevés szöveggel dolgozik, ugyanis, ahogy önök is látják, főképp az audiovizuális tartalomra fókuszálunk, azonban ez is egy flexibilis platform, és ahogy azt a Kultúrbizottságban már többször is, illetve hát legutóbb már megbeszéltük, fontolgatjuk azt, hogy hogyan lehetne átkötni a tartalmakat, tehát hogy a peredi újság és annak a tartalma hogyan tudna megjelenni majd ezen az oldalon, illetve miként tudnánk áthozni a híreket, eseményeket a községnek a honlapjáról, amiről már voltak is közben megbeszéléseink a községi weboldalat kezelő Galileo programozó vállalattal. Az oldal ezen kívül még rendelkezik egy úgynevezett Infinity Scroll-al, tehát hogyha megnyitnak egy cikket, akkor
nem kell tovább kattintani, hanem szimplán az egér görgetyűjével tovább lehet haladni, és így remélhetőleg akár több órát is az ember el tud tölteni az oldalon. És bizonyára látták azt is, hogy tavaly november óta néhány akción felbukkanott teljes felszerelésben, és pumpában, és forgatunk bizonyos dolgokat. Tesztüzemmódban elindítottuk, illetve hát elindítottuk a gondolkodást azon is, hogy hogy kellene végül is egy ilyen peremtévés bejegyzésnek kinéznie, hogyha nem csak gyűjtenénk a tartalmat, hanem gyártanánk is mellét. És végül is oda jutottunk, hogy egy ötvözete a long form contentnek, tehát a hosszú tartalomnak, az ismeretterjesztőnek és a dinamikusnak, egy ilyen hármas keverék, amelyet, hogyha megnyitják a legelső videót, amely, ha jól látom, a Peredi Katolikus Templom felújításának a története, akkor itt már meg lehet nézni azt, hogy ez nagyjából hogy néz neki, amely nagyjából összefoglalja a templomnak a történetét, történelmi szempontból, a felújítási munkálatokat, egyfajta visszatekintőt ad, és az, hogy ez a jövőben hogy nézhetne ki, illetve hogy fog kinézni, ez szerintem a testülettől is, főleg a testülettől is függ. Mi most egy utat próbálunk mutatni ezzel, és erre szeretnénk a testületnek az áldását, illetve az együttműködéshez a jóváhagyását kérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Igen, úgyhogy Sanyi kiegészítette nagyon jól, ha rákattintotok, akkor ez még ugye munkaverzió, de azért már pár dolog elérhető rajta, úgyhogy tényleg úgy, ahogy Sanya mondta, hogy egy ilyen átlátható, és tényleg főleg a videókra, videótartalmakra fókuszál, akár a régból, a történelmi dolgokat feldolgozhat már jelenlegi, én szerintem nem lenne gond az, hogy akár önkormányzat szekcióban, hogy a Csanya bejavasolta a testületülések például videójai, hogy ne kelljen tehát itt is megjelennének, meg ott is természetesen, ami fogoldalán is. Van, aki majd tölthet oda föl? Nem úgy, hogy bárki, úgy az a Sanyának a koncepció, esetleg erre válaszolni kell, hogy... Igen, nem kapnak a felhasználók szabad hozzáférést a feltöltéshez, tehát szeretnénk mindenképp szűrni ezt a tartalmat, hogy ne az legyen, bárki feltölti a fűnyírásról szóló videóját, ami először még vicces, de a 40-nél már talán kevésbé. Tehát van egy cím az oldalnak az alján, ez a hírem van, kukacperetv.sk, és bárki, aki megküldi oda a videóját, az felkerül. Nyilván itt azért meg kell, hogy feleljen a küldetésnyilatkozatnak az oldalról, tehát nem lehet obszén tárgyára, stb., hanem meg lesz ez nagyon nyilvánvalóan fogalmazva, hogy események, a sport, illetve egyéb kategóriákban várjuk ezeket a hozzászólásokat, videókat, amit a felhasználók beküldhetnek. És fog látni alá kommentálni, ugye úgy például? Nem, biztosan nem fog látni kommentálni, ennek több oka is van. Az első az az, hogy mi elsősorban szolgáltatunk, tartalmat szolgáltatunk, megjelenítünk. Mi ezt a tartalmat külső oldalakról húzzuk be, tehát vagy a Facebookról, vagy a YouTube-ról, aki pedig kommentelni akar, az megteheti ezt majd azon az adott platformon, annál az embernél, aki ezt a videót feltöltötte, ugyanis nincs kapacitásunk arra, hogy mi szívjuk a hozzászólásokat. Részletesen valami applikáció is hozzá? A mobilon teljesen responszív az oldal, tehát ha beütött, hogy peretévés kell, akkor mobilra van optimalizálva. Én nagyon jó ötletnek tartom az applikációt is, ezt fogalmazom úgy, hogy nem tőlem fog függeni, hogyha a testület applikációt szeretne. Csak kérdezik. Hát most próbálom, mi a Sanyával tényleg költséghatékonyan felállítani ezt az egészet, és az elképzelés, hogy lényegében egy együttműködési szerződés sem alapulna, ahol megegyeznénk nyilván valami feltételekben, hogy a oldalkezelés és a oldaltartalom, tehát község lenne megrendelő, és a kivitelező pedig a
tudhat a adott vállalkozó. Ennek az is szerintem fontos része, hogy ugye nem lennénk ezzel ennél a oldalnál, akkor olyan szorosan kötve a törvény és kötelességekhez, ami a maga a falu hivatalos megjelenését érinti. De a másik részről meg ad nekünk egy, úgy mondom, egy olyan biztos együttműködési támponton bizonyos szabályzatot a község és a kivitelező közti együttműködésben, hogy azért állandó kommunikációt legyen, és tényleg ne az legyen, hogy ez most egy, mert nem ez a cél, hogy most egy, úgy mondom, hogy egy panaszformot hozzunk létre, hogy valaki meg is nagyobb pocsolyát lát, és lefilmezi, és azonnal küldi a hírem, van Pere TV, Pontes Kára, mert erről is beszéltünk a Sanyával, hogy ez elsősorban a hivatalba kell ezeket a panaszokat közölni, mert a oldalnak nem ez a célja. A oldalnak az a célja, hogy értéket teremtsen és értéket megőrizzen, illetve azokat értékeket prezentálja, amik már megszülettek, és amik szerintem a faluban bőségesen vannak, és van mit nézni, és én is örülnék neki, hogyha tényleg valaki este rákattint, és egyszerűen egyik videó húzza a másikot, és akkor nem tud róla, úgy mondom, hogy lekapcsolódni, mert még ezt meg akarom nézni, még azt, meg a régi bácsit, meg jaj, ezt már nem hallottam, vagy nem tudom, tehát, hogy valami magába szippantsa a tartalom, és visszanézem, hogy 20-ba hogy néztünk ki, vagy 20-ba milyen volt a futóverseny. Tehát ez a koncepció, hogy egy kicsit úgy egy ilyen átfogó tartalmat, és majd fokozatosan építenénk azt is, hogy esetleg saját tartalmunkat, de az még nagyon, nagyon messze vagyunk attól, mert ugye hát költségvetés kérdése az egész, úgyhogy ha megengeditek tényleg a kezdetnek, nagyon azt mondom, hogy Sanyának a támogatásával is, mert most nem kevés energiát belerakott, és tényleg köszönjük szépen, hogy ennyire rugalmasan reagáltál a kérésre, és azonnal megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy tekintettel arra, hogy mondom, baráti, támogatói alapon azok a kötelező költségek, amik a domén rezerválása, éves domén fizetés, illetve az első, ez a grafikai munkálatok, amik már voltak, tehát ez egy összesen 500 euró körül mozgunk, ugye? Nagyon kérdésem. Hát úgy nagyjából, mert én beleszámoltam a jövő évi domén költségeket is, úgyhogy ez ilyen éves 13 euró és 6 eurók a doménnek, úgyhogy nagyjából induló költségek az a 500 euró körül vannak most, ami a tényleg az a finál, amit most látunk, és jelenleg úgy egyeztünk meg, hogy indulnánk egy havi kezelési költséggel, ami egy szintén 50 eurót mondtál. Az a javaslat, tehát egy 50 euró havi kezelési költség csak arra, hogy tényleg föltöltsék a tartalmat, vagy esetleg amit még találunk, akkor update-eljétek, és utána fokozatosan, tehát az idén indulnánk ebbe a koncepcióba, és amennyiben lesznek saját tartalmagyártása, akkor azt meg majd úgy, ahogy eddig is mindig ad-hoc módon gyártottuk a videókat, akár a falunapra, akár a rendezvényeinkre, akkor nyilván azt majd terjedelemtől, perc terjedelemtől, vagy ezt már Sanya megmondja, úgyhogy az meg azon felül, de alapkoncepció arra, hogy ez a weboldal működjön, szerintem ez nagyon nagyon nem terheli le a költségvetésünket, és én úgy gondolom, hogy ez szerintem egy támogatni való dolog, és szerintem egy jó dolog. Mármint a hírek terjesztésével kapcsolatban is a faluban, vagy hát eleve. Nem tudom, mi a vélemény, mi a kérdés. Ez a regisztrációval kötődik, vagy függetlenül? Nem szükséges regisztrálni? Oldalra. Az oldalhoz nem nincs kötve regisztráció, ugyanúgy bár téli a neve, ugye a licensz kötelezettség az ránk nem vonatkozik, mert nem fogunk mi oldalon keresztül sugározni, tehát szabadon hozzáférhető. Minden bizonnyal lesznek valamilyen szintű geolokációs tiltások, hogy ha valahonnan megpróbálják hackerni az oldalt, nem tudom Indiából, akkor le lesz tiltva India néhány hónapra, Amerikából, akkor Amerika néhány hónapra, de alapvetően hozzáférhető lesz az egész világon. Rendben, és ilyen fényképeket is fel lehet majd tölteni, vagy el lehet küldeni erre a címre? Elsősorban az audiovizuális része van most figyelembe helyezve, illetve arra van most hangsúly helyezve. De maga az oldal, maga a keretrendszer az lehetőséget a cikkeknek az elhelyezésére,
képgalériáknak is az elhelyezésére. Úgyhogy ahogy mondtam, ez most egy feldobott labda, és önökön a rajtatok is áll az, hogy most merre fogjuk ütni ezt a labdát, hogy, hogy milyen legyen. Meg majd szerintem ki is alakul. Igen. Igen. Persze, ez úgy is, ahogy szaporodik át a tartalom, úgy fog lőni a maga oldalnak is a értéke, tehát ahogy minél több anyagot, ezért, hogyha vannak régi anyagok is, amit javasoltok, hogy, hogy érdekes lehet, akkor akár szervezetüken belül, vagy akár a doloskör föllépései, akár a sport részéről, ez mind-mind érték, amit oda föl lehet tölteni, és majd meglássuk a jövőbe. Ugye képek azok rengeteg van mindig, mert hát egy rendezvényről közel 100 kép az a, vagy 80, amennyit enged föltölteni a Facebook egy csomagba, hát az majd kialakul, hogy mennyire lesz rá egyáltalán igény. Lehetőség van rá. Fölösleges nyugulán szerintem a fenntérveket, mert nyilván van a Facebook, mindenki megnézheti azon. Ez tényleg lehetne inkább ilyen amidőizmalom is. És én személy szerint én ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, 500 eurót még túl kevésnek arra, és ezzel tényleg lehetne foglalkozni. Mert, és még hogyha tényleg az van, hogy minden hónapban lehetne akár egy ilyen rövid interjút csinálni polgármesterrel, vagy valami akciók, hogyha vannak, akkor a szervezőkkel, hogy hozták létre a eseményt, tényleg lehetne is. És ez biztos, hogy sok munka van vele, társadalmi munka, de nem kívánom se senki. Én azt mondom, hogy azért ettől a projektől is egy nagy annyira pénz. Jó, most azt mondom, hogy 20 euró, és stúdió, még minden, de azért ne adaruljuk be azzal, hogy ingyen meg társadalmi munkából, meg pár euróból. Beindulás, igen. Nem a saját pajzsom akarom fényezni, senki ne értsen félre. Én azt látom ebben a projektben, és ami engem motivál ebben az, hogy ha körbenézünk a szomszédos községekre, vagy akár országba szinten is, akkor nagyon kevés községnek, vagy városnak van olyan minőségű audiovizuális szolgáltatása, mint amit most mi dolgozunk. Ennek úgy látom, hogy erre a projektre lehetőség van jövő évben pályázni, szerintem lehetőség van ennek a bővítésére. És ezért is vagyok most itt, hogy megtegyük ezt az első lépést, hogyha önöknek is tetszik, mert azt hiszem, hogy nem csak én látok ebben fantáziát, hanem azok is, akikkel eddig dolgoztam ezen az oldalon, illetve ezeken a videókon. Én most per pillanat csak egyetlen egy vadászattal kapcsolatos. Hogy most vannak olyan kis őzek, őzikék, most születnek. Most tegyük fel, hogy megbeszéljük a Senyivel, és csinálunk egy kis videót, hogy emberek, ha kimennek majd a kis őzre, az buta. Az oda megy emberre. És emberek mit csinál? Lalt egy kis őzre, beszélsz, hogy ennek nincs anyja. Rehogy nincs, csak éppen más csinál. És megfogja, megsimogassa, és azzal, hogy megsimogatta, azzal halálra ítélte ezt a őzvilágot. Mert anyja nem fogadja vissza, mert itt a szak semmi is. Na most ilyeneket is lehet, ilyeneket ilyen hasznos videókat is, például a vadászoknál van valaki, aki kitalálja, és akkor lehet egy ilyen kis videót is lehetőt, és igen, akkor a sok túra, az, hogy kimegy akkor máshoz, sok mindenre lehetne ezt használni. Igen, erről beszéltük, hogy nem csak ugye, hogy közöljük a rendezvényeket, de akár ez ismeretterjesztés. Hogyha van például valami kirívó probléma, vagy hogyha majd egyszer mondjuk valami változást fogunk akarni hulladékgazdálkodásba, akkor arra is nagyon jól tudod, hogy például új rendszernek a bemutatása, a réginek a hátrányai, szóval ezért már mindenféle lehetőség. Igen. A stúdióbeszélgetéseken keresztül, mondom, saját filmekgyártásig, és tényleg nagyon nagy kincsünk van a Sanyában, mert komplet felszereléssel, mindennel rendelkező személyről van szó, és igen, beszéltünk arról is, hogy a kultúrban a jövőre már kész termékünk van, úgyhogy pályázatra tökéletesen alkalmas, nem beszélve arról, hogy a költségvetésünk visszaállításánál, most még nem tudtunk mivel dolgozni igazából, mert csak szóbeszéd formájában most már létezett, meg volt a perettérénk, ugye beszéltünk ketten, most már, hogy konkrét kontúrjai vannak, és lesz alkalma mindenkinek megtapasztalni, hogy miről van szó, akkor már könnyebben tudunk mi is a költségvetés összeállításánál kombinálni. Most meg kell dolgozni ezt a projektet. Igen, most két témával foglalkoztunk, az egyik volt a templom, a másik volt a tűzoltószárk
Szentlátnak a története, felújítása, a benedekkéntes tűzoltóságnak is a története, de ilyen témákból van bőven, sőt nagyon sok, most már bánom, hogy nem hoztam el a legeslegelső prezentációt, ott volt 30 vagy 40 pont is szintén, hogy mi mindennel lehetne foglalkozni, az egy ilyen pitch volt, egy ilyen ötlettár, és valóban a közlekedéstől, mert ugye vannak a községben közlekedési problémák, a kertészkedésen, a komposztálásig, a szemetelésig, az állatokig, a vadászatig, a horgászatig, az önkormányzatokig, az életútinterjúig, megszámolhatatlan téma van. És elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Ja igen, egy kérdést szerettem volna feltenni, majd amire kérnék egy választ még mielőtt elmennék, mert most ezt az oldalt a testület kedvéért tettem nyilvánosan hozzáférhetővé, azonban megkérnék, hogy még most ebben a pillanatban mindenkit, hogy most még nem össze meg rögtön, de szeretném megkérni mindenkit, hogy gyűjtsük össze a véleményeket, aki esetleg valamilyen hibát talál, vagy valamit javasolni szeretne, akkor azt implementáljuk, ültessük be, és amikor azt mondja az önkormányzat, hogy ez most már zöld lehet, akkor nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, hogyha ezeket meg is jönnek fel. Hát szerintem, hogyha ma bízom benne, hogy támogatni fogja a önkormányzat, és hagyom magunknak még főleg arra a tartalomra, most van 16-a, azt mondjuk, hogy még május végéig hagyjuk, hogyha valakinek van bármilyen megváltása, vagy ötlete, vagy még azt föl lehetne pakolni oda, és akkor egy június 1-i indulással szerintem, hogy ne húzzuk a időt, és tényleg ne a polcon feküdjön egy ilyen szép projekt, mert minél hamarabb kelljen életre, akkor szerintem ez, hogy adjunk magunknak egy határidőt, hogy mondjuk május végéig, hát ezt fel is kell dolgozni, úgyhogy május 25-ig, hogy június 1-i indulással tudjon indulni, hogy tényleg jó megváltás, hogy adjon magunknak még időt. Ja. Erre oldalra felette úgy is pont játszunk, hogy rólunk írták, és ha kattintok, ott meglennek, hogy a Kreál benne ottan riportja velünk. Természetesen már most is ilyen formában vannak feltöltve a különböző sajtótermékektől. Azt hiszem, hogy nem tudom, ma éjjel találtam a Berki Angelikával egy interjút, akkor a polgármester asszony volt Kamocsánban, ahol beszélgetni 3 évvel ezelőtt megtaláltam azt. Igen, és aki nyilvánosan hozzáférhetővé tesz valami videót, akkor azt mi átlagot érjen. Tehát mi azt a tartalmat nem tudjuk fel a saját szerverünkre, mi azt a tartalmat nem birtokoljuk, mi csak benyújtjuk, mi a saját tartalmainkat, amiket mi állítunk elő, csak azokat tudjuk birtokolni. Tehát itt azért megvan a veszélye, mert hogyha az a link, az az oldal, ahonnan belinkelted, akkor az, hogyha eltűnik, akkor eltűnik a videó is. Ennek a veszélyének van, viszont erre van az úgynevezett Google Archive, Google Archive, amely menti ezeket a dolgokat, úgyhogy bizonyos ideig vissza lehet keresni mindent, egy bizonyos idő után már nem. Nekünk sajnos nincs jó viszonyunk, meg a szerzői jogok védik más videóinak az elérését, úgyhogy mi ezeket nem mentünk. Tehát akkor, ha fényképek is lesznek, akkor nem fényképe, nem az, hogy elküldök 50 fényképet, hanem elküldöm azt a linket, ahova én már föltöltöttem az 50 fényképet. Hát ez attól, ez megfogalmazás kérdés, illetve azt hiszem, hogy ebben a jogászoknak nagyon szabad van, úgyhogy erre most inkább nem válaszolni. Kérdés egy tartalomosztó hozzá és tűtőpont, ami olyan dolgokat fog megosztani, ami már fönt van az interneten, csak megszerzik. Nem, mert vannak saját tartalmai is, tudom. De végül is lesz saját tartalmai, de ezt inkább csak azért mondtam el, hogy jobban értsük ezt. Vizuális archívum és saját tartalmai megjelenítési felület. De akkor készül az oldal az, hogy van valami tárhely, hogy azért a saját dolgoknak is a tárolása. Természetesen tárhely van. Igen. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy fogja figyelni az oldal a látogatottságot, vagy a nézettséget is? Természetesen. Hogy lesz-e lehetőség esetleg lájkolni, vagy a visszajelzéseket követni? Továbbosztani lehetőség biztosan lesz. Maga az oldal biztosan nem fog külön lájkrendszerrel rendelkezni, mert szerintem fölösleges versenyelni a Facebookkal ebben. A Facebookos like még nem része ennek az oldalnak, de részesévé tehetjük, és
bocsánat, mi volt az első kérdésem? A látogatottság. Igen, a látogatottságot pedig Google Analytics-szel fogjuk mérni, tehát az egy objektív mérő eszköz, nem saját. Nyilván a rendszerkezelőt vált, de ezt tudom, bekérhessük itt bizonyos időközönként, hogy mi is tudjuk, hogy milyen a befogadó készsége ennek oldalnak. Tehát lehet, mert ez nem, gondolom, ez nem nyilvános adok. Ez nem nyilvános, igen. Bármikor bele lehet kérni, és megjelentkezni. Jó. Én csak annyit szeretnék, hogy én nem mellőzném a fényképeket, mert lehetnek olyan régi akcióik, rendezvényeink, amik már csak fényképek bevannak meg, és nincs videófelvétel róla, úgyhogy nagyon jó ötlet megtartom, és sok a lehetőség benne, de nem biztos, hogy a fényképeket mellőzném, mert hát, hogy éppen valaki vissza akarja nézni, és akkor azért fog eltölteni este egy vagy két órát, ugye ezeket éppen visszanézel. Úgyhogy nem pontosan erre, csak a fényképekre, de a fényképeknek én hozzám a személy szerint helyet. Csak hogy a Facebook oldalon, a községnek a Facebook oldal, az még ingyen van a fényképekkel, meg a lép. Oda töltetünk bármennyit, és külön mappalból, tehát kereshető meg. Hát ugyanazt megcsinálom, csak itt is. Egy probléma van a Facebookkal, csak hogy van, ha holnap után bekapcsol a Facebook. Hát ez meg nem lesz, hogy Még nem, csak nem tudjuk sosem, hogy mi fog történni. Tehát ez egy ilyen pro-kontra, ugye a saját tárhely, a külső tárhely között, hogy azok a képek, amelyeket mi feltöltünk, azok náluk vannak, és ergo mi birtokoljuk őket, még amiket a Facebookra töltünk fel, azok Amerikában vannak, és ők birtokolják őket. És még mondjuk egy ilyen apró dolog, hogy a napi hirdetéseket, amit hirdetnek, megnézni, most készítjük el a beszélgetést, az amiről a megosztott céggel. Ha számítógépen nézik, akkor a jobb oldalnál van egy ilyen friss hírek szekció, ami az oldalról húzza a híreket, tehát a községnek a hivatalos oldalára linkel át és visszaállt, de sajnos még csak a Solar hírfolyamban meg a magyar még nem készítették el nekem, vagy illetve nem jelezték vissza, hogy ez mikor lesz hozzáférhető. Ez főleg a weboldal hivatalos községi oldalnak a kezelőjétől függ, hogy ő milyen információkat enged ki, hogy mi annakat húzhatunk be, különben már duplán kellene felrakni, és akkor már ott van a veszélye, hogy keverjük a felhasználót, hogy akkor én azt láttam az egyik oldalon, hogy, de ő nem látta a másik oldalon, és akkor ez az igaz. A hivatalos felett oldalon fent van, és én azt mondanám, hogy mi szeretnénk, szerintem annak van értelme, hogy minden, amit automatizálni lehet, azt automatizáljuk, hogyha át lehet a rendezvénynaptárt is tenni valamilyen formában, már erről is vizsgáltuk, hogy ezt hogy lehetne megoldani, akkor azt is át kellene tenni. Tehát semmiképp sem kíván ez az oldal semmilyen alternatívát kínálni a hivatalos oldallal szemben, inkább azt mondanám, hogy ez egy kiegészítő opció, egy olyan csatorna, egy olyan médium, ami eddig nem volt, és másokat is meg tud szólítani, illetve ahogy is mondom, több embert meg tud szólítani. Igen, csak én az a véleményem, hogy mondjuk, amit te is mondtál, hogy az legyen arra, a obezősödikóba, az meg van erre. Tehát én nem szeretném a beretvérén azt nézni, hogy mikor viszik el a szemetet, hanem nézek ott egy videót, hogy milyen gond van a személygyűjtéssel. De nem a dátum érdekel, mert az itt van. És minek átkötés, meg kétszer írni, meg minden. Fölösen is. Arra részben lesz. Igen, szerintem sem nem az a cél, hogy publikáljunk, mert pont ez a baja a hivatalos oldalunknak, hogy túl sűrített, mert annak kell lenni, akkor ha elkezdünk mindent duplán pakolni, akkor ugyanazt fog csinálni a Peret TV-vel is, és az akkor hivatalos oldal 2.0, nem ez a cél. És lehet, hogy a képekre is, mert nekünk van olyan alkuk megoldásunk, a hivatalos fotogaléria a hivatalos oldalon, lehet, hogy inkább az lenne megoldás, hogy megtartani, lehet, hogy ezeket akkor szoktuk, csak igazából itt időigényesség a akadálya, amiért nekem telefonon általában összesképpen nem a telefonon, és telefonról földobálom a Facebookra. Lehet, hogy itt tudnám pótolni azt valamilyen úton, módon, hogy fölpakolni a falu oldalára a képeket, és akkor tartanám azt, de kialakul minden szerintem, hogy
hogy mit fognak kérni a lakosok, de én is azt mondom, hogy hagyjuk meg egyiket ennek, a másikat meg annak, ne egymás kópiája legyen, nem ez volt a cél. Ez a menü az kezdetlegesen két nyelvű lenne, vagy? Az oldal jelenleg egy nyelvű, magyar, és mi jelenleg nem gondolkodtuk abban, hogy két nyelvű tartalmat állítsunk elő, ugyanis hát a községről is főképp magyarul jelennek meg dolgok, illetve hát amíg szlovákul megjelennek, azt mi is értjük, és ahogy eddig is be volt linkelve az oldalra, illetve be volt ágyazva a bejegyzésén, úgy a következő szlovák tartalmat bejegyzését is ugyanúgy kívánjuk beágyazni. Tehát nem hiszem, hogy néhány szlovák bejegyzésében kétnyelvűsíteni kellene az oldalat. Az egy plusz erőforrás, és nem biztos, hogy a befektetett erő az megtérülne most ebben a pillanatban. Igen, pont ez, hogy végül is, ami szlovákon születik meg a videó, például a Krea videó, vagy a Jojos videók, azok automatikusan szlovákból kerülnek fel. De hogyha elkezdünk ezen a kétnyelvű vonalon, akkor már ugye ott van, hogy minden videót mi most külön feliratozzunk, mert tényleg nagyon sok a magyar tartalom, ilyen visszaemlékezések, amit mondjuk a Kisebbségkutató Intézet készített, hát ez nem az a célja, hogy feliratozzunk külön a, nem tudom, 45 perces videókat, úgyhogy... Azért mondom, hogy ezért marad ez ennek a volat, de ugyanúgy mennek a szlovák videók, a saját tartalom lesz, akkor beszéltünk róla, hogy a saját tartalmaknál, főleg amikor falunapról van szó, vagy ilyen közérdekű, akkor ott ugye eddig is volt, hogy feliratoztuk, vagy úgy volt összevágva, hogy így is beszélt, szlovákul is voltak köszöntve, mert ez normális, ez adott ezeknél a saját tartalmaknál, szerintem oldani fogjuk. De ugye összes létező, visszamenőleg videóknál ezt a két nyelvűséget nem tudjuk, nem csak biztosítani. Nem? Szerintem, főleg a régi videóknál. Nem is kell, megmondom őszintén, hogy szerintem a mi gyerekeknakunkon is úgy lesz, hogy aki szlovákul szól, meg a szlovákul fog, aki magyarul, magyarul, és nem fogjuk ott csak egy nyelvűsíteni. Persze. Egyszerűen nem, fölösleges. Bocsánat, ezzel nem azt állítom, hogy csak magyar tartalmat állítunk elő, mert például most a hétvégén is a tűzoltó szertárnak az átadásán is ugyanúgy elhangoztak szlovák beszélek, magyar beszélek, mind a kettő ugyanúgy rögzítve, mind a kettő ugyanúgy tartalmát fogja képezni, úgyhogy mondom a fele-fele arányban ez így meg fog jelenni, de nyilvánvalóan minden témára ezt nem lehet kategorikusan alkalmazni. Még valakinek kérdése? Azt hiszem, hogy a pár percet túléltünk, akkor én tényleg kérnék egy szavazást arra, hogy a testület is ugyan csinálta áldását adja erre a projektre, és el tudjon indulni azokkal a határidőkkel, amikkel mondtuk, hogy tényleg még legyetek szívesek, még ne osszuk, mert még vegyük úgy, hogy... Zártanak, nem, még itt vagyunk, hogy meg tudjuk mindenki nézni, át tudja rögészni, kicsit ismerkedjen vele. Esetleg, főleg én arra kérnék, hogyha van valakinek valami tartalma, amit úgy gondol, hogy érdemes és értékes, megmondom, én nekem sem volt még időm, de akkor neki ülök átadásom még azokat a videókat, amik lehet, hogy érdekesek lehetnek, vagy amik lehet, hogy nehéz volt megtalálni. Ezeket még pótoljuk, és akkor június 1-jével induljon, és legyen egy szép hosszú élete, és szeressék a nézők, és mi is, meg mindenki. Jó? Akkor amennyiben nincs senkinek további kérdése, kérem szavazzunk, ki van az mellett, hogy így elinduljon ez a Peret TV projekt. Mellettem. Tartózkodott valaki? Ellene? Köszönöm szépen Sanyi a prezentációt is, és eddigi munkát is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattad és köszönöm. Akkor következik a hetedik programpont, ez pedig a főelemőr asszony beszámolója a 2022-es év negyedik negyedévének pénzügyi ellenőrzéséről. Tessék parancsolni.
Köszönöm. A jelentés teljes terjedelemben a testületi anyag része volt. Röviden csak annyit, hogy az önkormányzati intézkedésekről szóló 369-ben 1990-es számú törvény 18. D paragrafusának ellenőrzési tevékenység alapvető szabályai, továbbá 357-ben 2015-ös számú 20-27-es paragrafusaival foglaltak, és a 2023-as év első fél évére vonatkozó ellenőrzési tevékenység terve alapján ellenőrzést végeztem el a hivatal 2022. negyedik negyedévére vonatkozóan. Az ellenőrzés folyamán megállapítottam, hogy a hivatal a pénzügyi ellenőrzésről szóló 357/2015-ös számú törvény értelmében nem végzett adminisztratív pénzügyi ellenőrzést jogi személyeknek nyújtott közpénzek dotációt nyújtásakor. Az önkormányzat köteles adminisztratív pénzügyi ellenőrzést végezni minden egyes pénzügyi művelet megfelelőségének ellenőrzésére, ha az önkormányzat dotációkat nyújt, vagy nyújtott más személyeknek. Kiegészítésképpen, hogy mindenkinek világos legyen, hogy azokról a dotációkról van szó, amit a képviselőtestület jóvá hagyott, és amelyek egyes szervezetek kötelesek később a hivatallal szemben elszámolni. Ezeket a jövőben a falu által egy megbízott személy köteles lesz leellenőrizni. A jelentéshez csatoltam mint a javaslatot, amely szerint a hivatal a jövőben ezeket a dotációkat, dotációk elszámolását el fogja végezni a 357/2017-es törvény értelmében. Köszönjük szépen. Igen, ezt tényleg köszönjük a főállandóra asszonynak a figyelmeztetést, ez egy pecsétről van szó, amit lényegében, amivel igazoljuk, hogy elvégződött ez a pénzügyi ellenőrzés, úgyhogy ezt pótoltuk, ugye? Folyamatban van, és akkor ezen túlna ezeket a szerződéseket is ellássuk ezekkel a pénzügyi ellenőrzésekkel. Elszámolás, a szerződések ellenállva, elszámolási, mikor elhozzák a számlákat, hogy ellenőriztük arra. Ja igen, akkor a számlákat. Szóval összeszámlát le kell ellenőrizni a megbízott embernek, hogy igen, azok is megfelelnek a szerződés értelmében vannak benyújtva. Hát mindig ellenőriztük, csak igazából, mert amíg nincs csak az a pecsét, akkor most már ezen túl azok a szám, összes számlát is leellenőrizzük. Ez több hivatalnál egyébként. Jó, most már a jövőben tudjuk, és akkor fogunk erre figyelni, és fogjuk evíteni, hogy nem csak leellenőrizzük ténylegesen, de hozzáteszünk a leellenőrizést is. Jó, köszönöm. Még valakinek kérdése? Hát gondolom a hivatalon belül lesz. Természetesen. Valószínűleg a könyvelőnő vagy a hivatalvezető, de a polgármester asszony. Igen, ki eldönti. Igen. Hogy melyik lesz megbízva ezzel. Hivatalon belül kell. Még valamit kellemőr asszony? Köszönöm szépen. Más kérdés akkor, nem amennyiben nincs, tudomásul vétel főellenőr asszony pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentését. Kérem, szavazzunk mellette. Köszönöm szépen. Tartózkodott valaki ellene? Elfogadott. Köszönöm. Na, következik megint egy érdekes programpont. Ez pedig az öreg iskola épületének a kérdése. Megvállalkozik el a képet tenni. Ugye, hát hogy is mondjam, a választási időszak elejétől beszélünk a öreg iskolának a épületéről. Többször szóba kerül akár a építési bizottságon, akár a képviselői szinten, hogy kérdés jött, hogy mit tervezünk. És én úgy gondolom, hogy rohannak a hónapok, rohan az idő, úgyhogy valami kézzelfoghatót szerettem volna, hogy már legyen, amiről beszéljünk. Folyamatban van, ugye az egésznek ez egy nagyon, nagyon összetett projekt lenne, vagy lesz, attól függ, hogy hogy döntünk. Ugye ez egy komoly épületről van szó,
több kihasználtsági lehetősége van. Nyilván nem az a cél, hogy most a mai testületen ilyen szabad eszmefuttatást akár együnk, hamarabb azt látom, hogy itt kibővített építési bizottság keretein belül beszéljük meg ezt, csak szerettem volna azért prezentálni, hogy valamilyen stádiumban tartunk, és milyen további lépéseket kellene megtennünk, hogy elinduljunk, vagy hibernáljuk a dolgot, mert nem egy egyszerű folyamat. Ugye az egésznek úgy kezdődik, hogy kell egy úgynevezett stúdiát készíteni, tehát meg kell csinálni a geodéziai beméréseket magának a épületnek, és kell egy ilyen elsődleges tanulmány, tehát az úgynevezett stúdiépítészetben használják készítetni, arra, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit szeretnénk oda megvalósítani, milyen elképzelés, és amikor ezt a tanulmányt úgy mondom, hogy már jóváhattuk, finalizáltuk, akkor az alapján árazzák be a tervezők, vagy írjuk ki tervezők számára a közbeszerzést magára a tervdokumentáció kidolgozására. Addig, amíg nem tudjuk, hogy mit szeretnénk ott megvalósítani, addig nagyon nehéz bármit is megrendelni, vagy bármilyen tervezőt is megkérni arra, hogy valamit dolgozzon ki, ugyanis ez az első lépés, a tanulmány, amit nekünk finalizálnunk kell. No, a tanulmány része maga a bemérés és a kidolgozás, ez költségvetésileg nem egy nap teher, amit nem tudunk elviselni, tehát ez tényleg ahhoz képest ezek nem nagy kiadások, úgyhogy ezért bátorkodtam el a stádiumba eljutni, ugye a beméréseket is szükség van rá, és arra is, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, hogy legalább képet kapjunk, hogy mekkora ez a épület. De ugye a továbbiakban, hogyha már tervdokumentáció, vagy esetleg is egy kivitelezés, ott már hatalmas anyagi terhekről beszélünk, hogy nagyon meg kell gondolnunk, hogy akkor milyen módon, mikor és hogyan fogjuk esetleg kivitelezni. Úgyhogy a mai testületen én nem is szeretném, hogy erről nem tudom milyen határozatot hozzunk, inkább azt szeretném, hogy talán a rezumé az legyen, hogy egy építési bizottság keretein belül ezt besézzük jobban ki, hogy esetleg ma itt reprezentálom, hogy azért legyen nyoma is, hogy foglalkoztunk a testületen ezzel a dologgal, és aztán a bizottságon már részleteiben esetleg el tudjuk hívni azt is, aki ezt a tanulmányt készítette, hogyha vannak valami más javaslatok, akkor tudjon rögtön rá lejárni, hogy megvalósítható-e vagy nem. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy majd talán eddig jussunk el, hogy építési bizottságra kibővítve rábízok a dolgot, de azért csak engedjétek meg, hogy leprezentálom a hol tartunk. Ugye épületnek van jelenleg két szintje, ez a alsó szint, tehát a földszint, építészetben prevenancetnének hívják, de ez a földszinti rész. Többször beszéltünk már róla, hogy lehetne ezt a épületet kihasználni. Nagy kihívás a falunak az, hogy például rengetegszer megkeresnek együttesek, vagy valakik, akik keresnek itt a kultúrházon belül valami helységet, ami egyszerűen nem próbára, vagy nekünk hivatalon belül raktározásra, nincsen ilyen helységünk a községi hivatal, a kultúrházban minden teljesen ki van használva, úgyhogy ilyen helységet nem tudok biztosítani. Viszont lent a pincében van egy nagy könyvtárunk, ami ugye voltak esetek, amikor nagyon sokszor beázott, vagy amikor följött a talajvíz, akkor bizony ez egy olyan helység, ami először kapja a legnagyobb mennyiségű vizet. Nemrég is volt egy ilyen esetünk, amikor a kinti öntözőcső elfakadt és pont beázott egyik részen a könyvtárunk. Szumma szumárom van egy könyvtárunk, ami a pincébe helyezkedik el, és lehetne ennek más faluk, akár Farkast példájára, és lehet ennek egy sokkal szebb és nívósabb környezetet is adni, ami mondjuk megfelel a mai kor követelményeinek, és egy kellemes, korszerű helyet biztosít. Például, ez csak példát mondok, nem muszáj, hogy így legyen, de például a tervezőnek is az volt a javaslata, hogy esetlegesen az első két helységbe a könyvtárat mondjuk át lehetne telepíteni, és akkor itt már nyernék egy elég nagy teret arra, hogy kihasználtsák ott lent a pincébe raktára, vagy próbatermekre, vagy bármire. Először arról beszéltünk, hogy épp
épületnek egyik részében könyvtárat és fönt a gyerek sarkat kialakítani, viszont figyelmeztettek arra, hogy a könyveknek súlya van, nem biztos, hogy egy meglévő régebbi épületnél lesz jó ötlet, hogy, hogy könyveket emeletekre polcoljuk. Nem beszélve arról, hogy nem ez a bezbarírói, tehát ugye ott gond lenne külön a fölé állottal, így a legújabb verzió az, hogy esetleg a épületnek az első két helysége géből alakítanánk ki egy könyvtárat, egy szép korszerű könyvtárat. Ugye a könyvtárhoz, ha megnézitek, akkor itt van épületnek az eleje, meglévő lépcsőház, ami ugye most is jelenleg is ott van. Épület, vagy a könyvtárhoz elengedhetetlen legyenek szociális helyiségek, ugye be van tervezve egy raktárhelyiség is oda, az is szükséges arra, hogy bármit akár a könyvtár részére tároljunk, akár épp az a raktár része. Ez csak egy tervezet. Ugye a épület eléggé nagy, arra, hogy maximalizáljuk a kihasználtságot, de életet is vigyünk abba a udvarba, ne legyen teljesen elanyátlanodva, amikor nincs könyvtár, vagy este legyen esetleg valami mozgásod, nem beszélve arról, hogy a rezsiköltségeket is valahogy épületre azért jó lenne, hogyha fedeznék valami, akkor van egy javaslat arra, hogy esetleg a hátsó részben egy lakás részeket kialakítani, ez most a földszintről beszélünk, de ha megnézzük a második szlájdon, majd tovább megyünk, ott is két lakás van betervezve, úgyhogy végül is a bemérések azt mutassák, hogy egy négy darab olyan, 55 és 60 négyzetméter közti vannak azért eltérések, lakást lehetne ott létesíteni. Ez a földszint, mehetünk a második emeletre. Második emeleten ez ugyanúgy marad nekünk két nagy helységünk. Ezt nem specifikáltuk be a tanulmánynál, lehet több kihasználtsága, tudjuk, hogy a ringatónak van például egy állandó helysége az árnyában, vagy lehet a másik, például egyik javaslat az, hogy lehetne az is egy kihasználtsági rész, a másik az, hogy akár egy klubhelységnek megtartani, vagy egy konferencia, kisebb konferenciatermet, ahol vannak a rajztréningek, stb. Tehát ezt inkább olyan szabadabban hagynánk a kihasználtságra egyelőre. Ott van a lépcsőház, ugyanúgy szociális helyiségek, ugyanúgy egy kisebb raktár, ugyanúgy a hátsó részben két lakóegység, egy följárattal, annyi kijönne ott. Következő szlájdon, hogyha megyünk, akkor van ott egy tetőtér, ami, hát Somogyi képviselő, hogy nagyon sokat jártál ott. Itt is megosztanak a vélemények, hogy végül is a tetőteret van rá lehetőség, ahogy kihasználjuk, de ha úgy hagyjuk a jelenlegi tetőszerkezettel, ez is az, amit a bizottságon meg kellene beszélnünk, akkor jelenlegi tetőszerkezettel, akkor nyilván ott nem marad ekkora tér, ez abból indul ki, hogyha át lenne építve egész tetőrész is, de ez már inkább szakmai kérdés, amit bizottságon belül fejtenénk ki. Mehetünk tovább. Ez a inkább a 1-es-2-esek, 0-tól kezdjük. Ez már maga a vizualizáció, hogy lássa a elsődleges... Micsoda? Ott néznek ki. Ez egy elsődleges tanulmány, úgyhogy azt mondta a tervező, hogy itt lehet. Ez mondjuk azzal számol, hogy akkor a tető le van bontva, és egy új tető rész van kiépítve. Ezzel természetesen lehet még mindig dolgozni, ő mondta, hogy az a főleg ott a hátsó lakrészeknél véleményező, hogy nem mindenkinek fog tetszeni ez a fekete megoldás, úgyhogy ott tud más alternatívákat is javasolni, ez csak vegyük úgy, mint egy elsődleges ábra. Mehetünk tovább, ott a épületnek a többi részeit lássuk, hogy itt van a hátulról a bejárat, följárat. Ez a hátsó udvar rész, úgyhogy ezt lássátok előről, ez mindig a hátulja. Ez a oldalsó része. És
most eljutunk a eleje, ez még van, ez az első fellet talán. Ez a sarki nézet a utcafrontnak, úgyhogy végül is meg lenne hagyva az a eredeti jellege, természetesen nem maradnának se eredeti nyilászárok, se a stukkók, mert azért szigetelni kellene a épületet, de mindent lehet utánozni, hogy megmaradjon a jellegzetes vonása ilyen épületnek, megmaradjon a még utolsó képen talán előnézet. Mondom, az a fölseje azzal számol, hogy esetleg az át lenne építve, és akkor egy kihasználtságot adnánk rá. Úgyhogy ez az elsődleges tanul... Mit tudom? Semmi, csak majd azt mondom. Na, ez az elsődleges tanulmányom, hogy induljon valamerre el. Elmondom a kihívásokat. Ennek az egész projektnek be lehet csukni, és a szituációt is tűnik. Ennek egész projektnek a legnagyobb kihívása nagyon szűk behajtó, ami, ha jól emlékszek, akkor azt mondta a tervező, hogy a legszűkebb ponton 3,6, de még úgy, hogy nincs beszigetelve épület. Úgyhogy ennek az egésznek a legnagyobb, ennek épületnek a legnagyobb kerettehje az, hogy nagyon szűk ott a behajtó, úgy tekintettel arra, hogy a szomszédos telek nem a miénk, úgyhogy ott nem tudunk mivel működni. A mellette lévő megint csak nem a miénk, ott se tudunk mivel működni, úgyhogy ez a legnagyobb kihívása. Nyilván ez egyeztetés kérdése, ugye azért a rendőrökkel is, hogyha ilyen szintű kihasználtságról beszélünk, hogy lakások, oda parkolók elengedhetetlenek bent a udvarba, úgyhogy ez attól is függ, hogy mit engedne meg a közlekedési rendészet. Itt alternatívákról beszéltünk, hogy esetleg egy ilyen körbehajtót, vagy valamit. Ezt is vegyétek csak úgy, hogy ez egy javaslat, nem javaslat, mert még odáig se jutott, itt csak ábrázolni szerettem volna a problematikát, amink van ezzel a épülettel kapcsolatban. Hogy ugye, hogyha könyvtelális a lakások, vagy bármilyen ilyen közhasznú épületet akarunk ebből kihozni, mindenhova a parkolók szükségesek lesznek, mert annélkül nem kapjuk meg engedélyeket, viszont ugye az a 3 méteres behajtó az nagyon-nagyon kevés arra, hogy két irányú forgalmat engedélyezzenek nekünk ott. Úgyhogy azon is kell gondolkozni, hogyha akkor ez csak egy alternatíva azzal, hogy számol egy a környező micsodáinkat, telkeinket, másik alternatíva, de az megint csak a iskolaudvaron keresztül, harmadik alternatíva, de nagyobb hely nagyon nincs, a kertészboltnál se, ott annál behajtónál, ott se beszélünk, és nem beszélve az is, amúgy le van, úgyhogy az se nagyobb terület. De ez egy hatalmas kihívás ennek az egész projektnek. Úgyhogy szerettem volna, hogy ez... Nem tudom tolni, mert ez így van, ez nem interneten vagyunk, hanem be van a szkennelve. Igen, egy kicsit állít, ott le van mondva az a elképület. No igen, és így van, akkor én csak... Nem, ott van most, oda van most kijelölve a ilyen körgyűrűszerű javaslat, mert ha úgy vesszük, hogy az jelenleg az a házi üres telek, igen, az, amit lát, ez amelyre megy most ez a maradjátságon. Tervezőnek is, mert azért jelölte ki pont azt a telket, hogy esetleg egy ilyen csak egy. Ha nélkül.
hogyha azt mondta a tervező is, hogyha egy mellékhelyi útról beszélnénk, akkor egyszerűbb lenne, csak nekünk az a problémánk ezzel, pont a hármas számú megyei főútra megy ki, ott megint mások a előírások, tudod? Úgyhogy ott megint egy kicsit szigorúbban veszik engedélyezést. Nemrég volt arra például, amikor itt akarták a főút mellett, ott is a közlekedési rendészek eléggé közbeszóltak, mert azért a főútra mész ki, vagy jössz be a főútról, nem mindegy. Nem olyan, mint amikor helyi utat. Tudod? Úgyhogy, na, itt tartunk, mert ugye beszéltünk. Ez amit azt mondod, hogy így körfordulnak? Igen. Hát igen. Hol van maga a parkoló rész? Hát a parkoló rész. A kiskoló udvar meg tud csinálni már. Ott egy iskola.
már hallgattok? Igen. Egyetem, nekem nincs vele semmi problémám, sőt maximálisan támogatom, mert elég volt is szó, hogy ezt tényleg valamit csinálni. Egyetemi probléma a utcafronttal van. Az utolsó, egyik utolsó történelmi épületünk a faluba, a tetőtér beépítéssel viszont annyira megváltozta sok kívülről ezt a épületet, hogy én lehet tetőtér, de utcafront felül nőjön semmi változás. Ez pontosan úgy nézett ki, ahogy kinézett. Csoda? Akkor nem tudok előbb változás. Akkor ne legyen a tetőtér. Én csak mondom, hogy mi van. Inkább ne legyen a tetőtérbe lakás, de őrizzük meg a történelmi kinézetüket a épületnek. Ma az is pedig baj, mert nekem, hogy poliészterből lesz. Nem azt mondtam, hogy poliészterből, de muszáj. Sajnos, ha beborítjuk, akkor máshol nem tudjuk. De viszont ugyanúgy visszacsinálják, de nekem ugyanaz a formát, ugyanúgy vannak elég a mintát, hogy jó rá. Persze, mert azért, mert már nincs körülbelül, aki meg tudja csinálni, úgyhogy ahol nincs, azt is mutatja, hogy ezen a körülményeket, aki ezzel foglalkozik, ilyet csinál. Igen? Igen. Hivatalosan is tanulásodik, az úgy is üzerű poliészterből lesz, úgyhogy mindegy. De legalább őrizzük meg a homlokzatot a utcafrontról, hogy az maradjon olyan, amilyen az eredetileg volt. Inkább akkor növény tetőtér se, de azért legyünk annyira hőségesek a múltunkkal, hogy legalább azt hagyjuk. Én halkulom melyik harmad mellett, mint bármelyik. Vagy a udvar felé. Nyújtsuk meg a tetőt. Nem emelhetünk annyit, mert jó, csak mondtam, Mirko, csak mondtam valamit. Lényeg az utca, jó, az úgy nézzen ki az a épület, ahogy kinézett, és még említem, hogy is tegyünk rá, hogy iskola volt. Ezt mondom. No, a tetővel annyiban én is mondtam, fölmerült, mert költségeket is spórolnánk vele sokat, hogyha úgy hagynánk, ahogy van, és nem beszélve a vizuális megmaradásról is. Ott annyi gond van, de azt megint csak szakemberek nektek fog kellene megbeszélni, hogy a második emeleten ugye a két szint között, a földszint és a első szint között a deka az rendben van, semmi gond, de már a második szinten ott már úgy mondták a tervezők, hogy nincsen, hogy a falakra van ráültetve, nincs koszorú. Ez igen. Egy nagy gondja a épületnek, mert azt mondta, hogy már most kvázi nyomja szét a tető. A hátsó részt, és mondták, hogy lehet minimalizálni, hogy hagyjuk meg mindent, mert lehet, hogy még a tető bírná, csak ez egy nagy veszélye, hogy nem fog ez megállni attól, hogy még felújítsuk első, meg a második szintet, úgyhogy ő is azt tanácsolta, hogy volt már erre példa, hogy elkezdték csinálni, és akkor jöttek rá, hogy mégiscsak meg kell szedni, és mégiscsak új betonkoszorú. Ja, össze kell fogni, és akkor ezért van az, hogy több még valószínű, hogy hiába a tető, meg lehet, hogy jó is lenne, de ezek a koszorok miatt így is úgy is muszáj lesz. Mert még egy olyan gyarok hívás, hogy furatokat megnézetet, hogy statikkal megnézett, hogy a sarkokat talált, vagy mondja, hogy meg ne sűrjegyén tovább mutatott, arra nekem is becsépült, nem mondjuk én tanultam, mert erre mutatott, meg kéne. Mindegy, hogy annak a két tudat, hogy miért ületni pedig, hogy mi az, ami kiváltó ok, hogy oda így csak, mert ez nem csalok túl az én okom, ami elég volt. Általában lehet, hogy soha mennyi van a kézben? Jó, nincs rám, de tehát nem szeretem, hogy mondtam, hogy ki vagy a vízben, nem addig, és jó, hogy csurbótot ki kéne úgy takarítani, mint az igaz, de eljött, hogy már nem lehet. Az eredeti tető az mostanában gondtető van rajta, és ha változtassuk manzartetőre, akkor egyes, hogy változtassuk a statikus sémáját egésznek. Úgyhogy én mondjuk azt mondtam inkább, hogy leszedni, mert csak hosszorút stabilizáljuk, utána derüljenek ki ilyen dolgok, és aztán visszaállítani az eredeti tetőt. Az új és az eredeti tetőt. Ezt akarom én is mondani, miért nem látnak, hogy sem. Vegyük plánokra úgy, kapjon egy koszorút, és vissza eredeti formájú tetőt ugyanak. Lehet, hogy meg lehetne úgy is, hogy a szakemberek, hogy kicsit megvan emelve és észre se veszíték, tudod? Az is lehet, mert ha már ekkora munkába meg kiadásokba mennénk, hogy koszorú, deka, mit tudom én mi, új tető, akkor már lehet, hogy az egy szintemelés, ami pont kiadja azt a belvilágot, megmaradna úgy, hogy a tető is megmaradna. Pár tető ablakot még lehet. Az elvédje, persze. Amúgy jöttem meg az a fagot, hogy olyan, amit szó.
hoz valami más ember. Az olyan rendelkonatot, hogyha most újonnan csinálnak, csináltott nám valakivel tető, na most nem mester olyan vastag anyagot biztos nem használ. Nem az állat tető szerkezet relatíve meg is így. És a hátsó rész, ez megbírja azért, hogy rá emeljetek még egy szintet? Hát én most azt nem tudom, hogy milyen szinten van mérlegelve, vagy újraépítve az a hátsó. Ja. A hátsó rész számol azzal a két lakással, vagy mire gondolsz? Azt mondom, mert nem tudod oda, hogy nincs vájárásunk, nem mondtam a barokban. Hát tudod, hogy igazság szerint ő is csak kívülről tudta bemérni. Igen. Ő is csak kívülről tudta bemérni a dolgokat. Azt mondta is, hogy oda abban a leghátsó részében is jutott a tervezőse. Úgyhogy ezek még olyan, hogy csak a tanulmányi szinten, hogy mit lehetne, és a méretek mit adnak ki. Ez jó lenne, ha lenne a tartólakás, mert az erezsiköltségeket meg megalapodnak, igen, tudnám. Jó, úgyhogy szeretem volna, hogy tudjon róla a testület, és talán annyit, hogy rábízunk építési bizottságra, megkérjük építési bizottság elnökét, hogyha fog ezzel foglalkozni, akkor küldje ki a meghívót összes képviselőnek, és akkor tudunk részletesen még ezzel foglalkozni. Esetleg meg lehet hívni a tervezőt, hogyha készítette a tanulmányt. Jó? Mindenképpen. Ki van az mellett, akkor ezzel eljárásra lehívunk. Tartózkodott valaki ellen, köszönöm szépen. Ugyanaz. Próbálhattuk. Következnek a kérvények. 449/2023-as telekvásárlási kérvény. Néma Tamás. Néma Zsászló. És Néma Idolya kérvényező. 1115/87-es parcella, 182 négyzetméter, kérvényt kiküldtük, ez a Néma Desi jég melletti nagyszülői házra beszélünk, és az a kvázi, az a kis kert, az, ami a széles utcában olyan sokszor volt a gond, hogy a kis kertek nincsenek úgymond rendezve, tehát ott van a utcafront, ahol lássátok, és ezek már a kerítésen lévő, úgyhogy lássátok is, hogy átlóg, belelóg a ház, úgyhogy gondolom szeretnénk ezt rendezni a dolgokat, és akkor azért jöttek erre rá, hogy még van egy községi telek, a kiskertet lényegében kiskertet. Most már miért a kiskertet lényegében? Most már miért a rendezésre? Régen nem volt. Az idei testületben nem volt egy telek rendezésre. És előzőben is 10 volt. 10 volt előtt. 10. Hát ez nem volt ott főleg, ez annak idején rosszul mértékkel. Ilyen előzőtök a telek rendezés. De hozzá szólt más is. Ez a téze van a tovább visszük. Megbeszélhetnénk most már, hogyha lészen ilyen kérdőalapról is, akkor ne legyen az, hogy egyiknek ennyit mondunk, a másikról, meg annyit, hanem azt kell meghatároljuk, hogy a telekrendezés egyébként, hanem azt hiszem, hogy szerintem is. Mit akartunk azzal? Három nézni, hogy most van a litrégyen. Hagyatégyi, hogy gondolom, hogy most jöttek rá arról, hogy minden van bárki. Pedig a kutya nem egyébként, és azért nem tudod ezt, hogy a kis kipizáról van a rendőrre. Ami volt múlt hónapban itt, akkor még 25 euró volt. Eladás. Telekrendezés. Ez van olyan, hogy még amíg hozzámok, már a háznak a sarka beleér a bolyatelekbe, amit ők szeretnének megvenni. Ez egy teljesen egyszerűség.
ha. Úgyhogy, ha jól értem, felelőszem, kidolgozta itt egy, egy ilyen véleményt, hogy ezt még nem is kellene a szándékot fogadnunk, hanem hogy közvetlen eladás. Igen, közvetlen, igen. Képviselő testület most közvetlen dönthet róla. Azért érvényes ebben az esetben, mert a háznak a sarka beleér, és véleményem szerint ez pillanatnyi pozemok, és akkor vonatkozik rá az a kivétel. Igen, nem kell kifüggesztésre menni, hanem egyenesen most ezen a testületi gyűlésen jóvá hagyhassák, hogy igen, eladjuk nekik, meghatározzátok a árat, és... Mint telekrendezést. Igen, azzal a módszerem, hogy nyalni hozzá. Mindig ki szoktuk függeszteni, még azt is, hogy a telekrendezés volt, meg olyan esetben is, hogy a nyalagot a ház. Mindig 30 napra, mindig ki szoktuk függeszteni. Lehet, hogy nem kell. Lehet, hogy turkuszból voltunk. Hát igen, a jogbiztonság, mindig inkább a biztonságosabb úton indultunk, hogy először megadtuk a szándékot, de különös tekintettel oszlopi pénzletjelom, mert ez oszlopi pénzletjelom, tehát nem azt jelenti, hogy akárki bejelentkezhet, de igen, egyik testületen a szándék volt, másik testületen volt a maga eladás, mindig kérdéscsősbe. Főleg, mert azt, hogy ma figyelmeztetett arra, hogy lehetne ezt ilyen egyszerűsített eladásról is, de természetesen szerintem a testületen van a döntés, hogyha... Nagyon egyszerű eladás, amelyek komplikált a életüket. Nem csinál, az igaz, hogy nem csinál, még ilyen közvetlen eladás. Ha itt is nem rókna rá a épület, akkor nem érvényes. Akkor ugyanúgyan az a pillanat hozni az, amit nem az egy, de a kifüggesztés és a többi. Semmi más kérdés nem merül fel, ami már volt. Nem tudom, itt egy judikatúrát és egy iskolázási anyagból, meg van egy ilyen irodalmunk, szakirodalom, ami szerint megyünk. És ott is olvasok azt, hogy oda is kivettem, hogy véleményem szerint ott is teljesíti a télenét. Jó, úgyhogy tényleg ne felejtsük el, hogy amennyiben ráadjuk, vagy rában épülne, akkor alkalmazhassuk ezt. Nem minden telekrendezésre alkalmazható, de amikor már ott van a épületi teher, akkor igen. Jó. És akkor még a következő kérdés a telekrendezésnél, hogy eddig volt 10 euró. De az előző testület volt, most van egy új testületünk, mennyi legyen most ráadási ár. Telekrendezés esetén, és mennyi legyen telekeladás esetén. Telekeladást nem muszáj most meghatároznunk, mert az nem mai testületnek a tárgya, úgyhogy az nem biztos, hogy most kell vitát nyitnunk. Többit megbeszéljétek meg. Csak annyit szeretnék mondani, hogy néha a eddigi gyakorlatból még az a 10 euró is azért sok pénz volt. Úgyhogy hogy is mondjam, hogy... Igen, tudom, voltak olyan... Attól függ, hogy mit mekkora terület, persze, ha egy pár négyzetméterről beszélünk, 10-20-ról, az nem olyan nagy tétel. De amikor már tényleg így van, hogy majdnem két ár kell rendezni, az majdnem két ár, ott már azért sokat teszik. Tudom, igen, főleg volt olyan is, hogy jelentkező, aki részletre fizette le, mert csak úgy tudtak megoldani. Olyan is, hogy aki is van, mert fizeti. És az ebben fizeti a kezelési költséget is a katasztrófát. Igen. Hát. Én az maradt lennék, hogy ezek pont akár, hogy régen valami hibruszott be, hosszú mértéki, vagy így alakult, úgyhogy nem a illető tehet róla, és eddig is 10 euró volt, úgyhogy maradnak a 10 euróba. Ha emellett akkor a telekeladást imádjuk a mustrimisznök képest, és a telekrendezést, amilyen tényleg kiskertekről van szó, ház előtt, ezekről a területekről, itt maradjunk meg a 10 euróba. Oh. Ez a én véleményem. Igen, mi érdekünk is, hogy rendezve legyenek szerintem ezek a dolgok. Jó. De az a galapokat akik nem is akarjuk. Hát igen, van a felépítés. A hagyaték után mindenki. Hát igen, persze, amikor kezdik oldani, legalizálva.
felejtsük el, hogy az ötleseken nagyon sok mindent és fog még tulajdonképpen. Jó, persze, jó, aztán már ezt több magad tartani tudod, mert nem perszívei kell, hogy ennek annyira tudom, most nem fogom annyira tudni. Nem önmentőnál, és nincs is szó, mert aki abból ér rendezni, az beleindulja. Jó, akkor van itt, nem tudom, más javaslat, nem volt akkor ez a akkor közvetlen eladása, 10 euró per négyzetméterért a kérvényezőknek, azt hiszem, hogy nem volt más javaslat, nem hallottam. Jó? Akkor szavazásra bocsánatosok végül. Jó, akkor ki van az mellett, hogy a benyújtott kérvény alapján 449-es per 2023-as, a kérvényezőknek Néma Tamás, Néma László, Néma Ibolya, eladjuk az 1115/87-es számú parcellát 182 négyzetméteren közvetlen eladással tekintettel, különös tekintettel arra, hogy ráóg a családi ház, 10 euró per négyzetméteres eladási árért. Ki van mellette? Tartózkodott valaki ellene? Köszönöm szépen, jól hallottuk. Akkor a kérvényeket le is zártuk ezzel, és következik a, hát a polgármesteri beszámoló, de engedjétek akkor innen részemről, hogy összekötném a gépbe, mert van pár dolog, amit úgy nem tudtam a program szintjén megnevezni, de azért csak szeretném mondani a szívünk róla. Van a teleptó partján van a gáztelep, ezt most tudjátok, miről beszélünk, melyik területről itt eredeti tulajdonos meghalt, és a örökösök eladták most már az egész területet. Eladták, nem peredi a tulajdonos. Én megmondom őszintén, hogy még a örökösökkel beszéltem arról, hogy itt a teleptó, ugye itt van ez a füves terület, ahol volt a bográcsfőző, és itt van a út, ami hátulja, hogy a tacsonyáléhoz. Rácúrhoz. Jaj, bocsánat. Rácúrhoz. Igen. Na és az a lényeg, hogy rálóg a terület, belelóg a, egész a vízig kimegy majdnem, úgyhogy át hidalja a utat. Én beszéltem eredeti örökösökkel, hogy ezt nem lehetne még rendezni, de gondolom szeretnék volna ezt gyorsan intézni. Úgyhogy jött a új tulajdonos, azzal megint megnyitottuk ezt a kérdést, hogy azért maradjon az a körben járható része a telektónak. És az a lényeg, hogy azt mondta a tulajdonos, hogy eladni nem szeretné, tehát nem szeretné kisebbíteni, így mondom, hogy nem szeretné kisebbíteni a területet négyzetméterileg, hanem hogy a cserébe hajlandó belemenni. Hogy a első részével, ami ott lényegében körülbelül itt gondolom a bejárató kapunál, van esetleg lehetőségünk, ez a mi területünk, hogy hajlandó annyi négyzetmétert, amennyit le kell venni arra, hogy körbejárhassuk a területet, annyi négyzetmétert hajlandó velünk cserélni, de eladni úgy, hogy alapvetően csökkenjen neki a területe, ahol nem hajlandó belemenni. Na most, ha ez így van, akkor nekünk ugye azzal plusz költségünk lesz, mert hát bevéretni, mivel hogy nekünk van szándékunk arra, hogy rendezzük azt, hogy geometriailag be kell méretni, ott egy új geometriai tervekkel kidolgoztatni, és ahol megtudjuk a négyzetmétereket, és akkor megbízunk a geodétát, hogy ott előmérjen ki ugyanakkorát, és hát akkor a csere mégis más anyagi vonzata nem lesz, ugye a cseréről van szó. Csak szerettem volna, hogy beszéljünk akkor erről. Nem tudom, hogy kell egy külön bizottságra bízni, vagy most meg tudjuk beszélni azt, hogy keressünk, bízunk meg egy geodétát, és indítsuk el azt a folyamatot. Tényleg abban az esetben, hogyha így mondod egész, akkor azon ki, hogy a rácék nem tudnak hátuljukulni, hátulba jutnak a célnájukra. Mi más történik? Hát még annyi, hogy nem lesz körbejárható, tehát ott
ott a karbantartás, mert ugye pont az a szürke terület, amit látok, akkor pont ide szivatták annó a telektopolgári társulás, amikor volt az a iszaptisztítás, úgyhogy pont ott van elrakat, úgyhogy azért a telektó aktívan használja, a telektopolgári társulás is aktívan használja, főleg a partrendezésnél azt a területet, meg járnak arra, meg számolnak vele, mert ez akkor így majdnem belóg a tóba. És akkor nincs homok? Hát az most nem tudom most jelenlétleg milyen. Nincs. A utolsó tempém szerint nincs. És mi van ott, víz most? Víz, amely út, persze, hogy nem. És most, és hol adnánk, hogy cserélnénk vele telt? Csak elejét. Miért? Hát ott mögötte is van. Ahol a cserét van kiszórva, rakásra még a építkezési hulladék, az kié, az is a miénk, az olyan háromszög. De itt volt egy a úton miért? Ez a háromszög, ebben még keresztül. Igazából a igazolvány, hogy kihatszódnak. Ott nincs annyi hely. Ez kié? No, de te ne ilyen fényképet nézzél. Hát de ez kié? Az a háromszög ott, az a csücsök. Ott van feketével. Az ki? Hát én azt nem tudom, hogy azt te ott mit látsz, én azt látom, hogy én mit látom. Ez már nem a milyen. Szóval, ez nem a milyen. Az nem. Ez nem a milyen. Az ez a milyen, az a milyen, de itt megy a út, Laci. Jó az úgy, ez a szögület is. Mit? Jó az úgy, ez a szögület is. Esetleg bízzuk le a bizottságnak? Tudom, hogy bizottság alatt vagyunk, hogy jó az a szöglet is. Próbálj a szöglet is. Nem, bízzuk aztán már. Ez mind az is. És akkor ilyen, hogy valami tudunk és tématikus teltélő. Ez nagyon jó. Ez a bővel. Hát először is fölkívhatom, mondom, de mondtam, hogy szerintem úgyhogy aztán addig gondoltuk, hogy két építkezési terület. Nem tudom, én gondolkozok, hogy a utcán lehet építeni, mert a őrizzék meg a komoly sarmokat, vagy a... Komolyan. Ez lehet minden. Csak előtte be kell boxolnom magam. Persze. Nem biztos, hogy úgy lesz, amelyen begondolom. Na jól van. Oda is azt mondom, hogy szóval, hogy nem tudom. Jól van, hogy ezt a fogjuk elvetni. Hát látom, hogy csak az előtte is az a parkosított rész, ott az annyira ez a búcsukban van, milyen helyzetek van, kiadatok semmi, nincsen lakott a falunak ott. Mit vettünk valahogy a cserébók már, hogy ezzel csak cserével menjünk, vagy csak abban járunk, hogy körbe lesz a hátul, és nem változtam, hogy is van. Nem tudjuk számszerűsíteni, nem azt csak Biodéta tudja kimérni, hogy most, mert nekünk ott nem kellene más kitalálni, mint azt, hogy most hol van a kerítés. Mert az a kerítés, az körben van kerítve, úgyhogy lényegében csak azt kell bemérni, hogy a kerítéstől, ami belóg, az hány négyzetméter, és azt a mennyi négyzetmétert akkor hova méri. Mert szerintem már soha nem tudok menni, mint oda elejére, azt is már csak ide. Ide, mert még esetleg ez is azt hiszem az 1115-8 az is, ami előbb jól tudom. Ez itt lesz. Hogy egyáltalán induljunk el azon a úton, hogy geodéták megkérni és elkezdeni rajta, hogy hány négyzetméter. Ez a geodéka is akkor nem csak a... Ez a nyelvnek. Mi akarjuk a utat? Ő azt mondta, hogy rendben, ő akkor a kerítését kiteszi oda, ahova való neki is. Jó, de akkor csak akkor után kérdik ki, hogyha ő is kinyereti, mert most ő mi szerint akarja kitenni? Azt, hogy ő megzettelni neki, van egy kérdés. De most van egy kerít, le van téve egy kerít, és ami most ott van egy létező kerít. Ő vett valamit, ami ott el van kerítve. Az
hogy elmondjuk, ki akarod tenni a került is. Hiszen itt ez ki kell, hogy mi lehet. Kihívja a geodétát, és leszünk neki egy karot, hogy itt a...
hogy aztán úgyis testület fogja jóval hagyni a cserét. Értek. Mit csináljunk? Mi érdekünk is, hogy, hogy körbenállható legyen valami szinten? Nekem azzal nincs is bajom, hogy körbejárható legyen, tényleg nem. Csak arról van szó, hogy ott a Ravasz úr telkén nincs olyan a csücsöknek, ami a miénk is, hogy azzal cseréljünk ki. Ne ami, ami nincs, ami, ami megint ahol szép fű van, gyám, azt odaadjuk, hanem a Ravasz úr csináljon visszavonulót, ami a mi telkünk, és ott is nagyobb lesz a rend. Hát ne a mi karunkra, hanem őknek is a karok, már csak visszaadja nekünk az, ami a miénk. Laci, a miénk a 1116 per 2-es parcella, és még a miénk, azt a múltkor oldottuk, az a, ami körbe tud. Ez folyamatban van, a geodéta folyamatban, úgyhogy megbeszéltük, hogy leméri, leveszi a parcellákat, azt rendezzük vele. Jó. De ez a csere, ez kölcsönös megegyezés. Én nem tukmálhatokra arra új lelőre se akármit, mert nem muszáj beleegyezzen. Érted? Ez kölcsönös zámenak kell. Neked kéne. Te jelenik a szomszédban fordítani. Nagyon rendben. Csak kérdezem, hogy neked kéne. Egyébként most a múlt hétben beszéltem, nem, hazudtam, két hete beszéltem egyik szomszéddal, a két házó odébb dolgozott, felújítottam a házat és ott dolgozott, megállított megint, hogy legyünk szívesek, tegyünk ma ott rendet, hogy egyszer is mindenkorra ma legyenek nyugalom. És akkor most azt én rendben, én helyszínű tartott körbe-körbe járni, helyszínű. De ennek az egész cserének a haszonélvezője már megint az egy problémás család. Aki ott kompikorra, kompoglaló. Ez nem valami, nem is biztos, hogy legyen. Nem teljesen igaz az, hogy egyetlen haszonélvezője az a egy család. Azért nem, most mondtam, hogy a Telektor is ott volt nekik a bárgerjük berakva. Hát mostan már csak abból kiindulok, hogy van egy polgári társulásunk, hogy gondozza, rendbe tartsa, már nekik megnehezíted azt ott, hogy nem fog tudni két méteren átmenni, és megint mehet körös körbe. Jó, és amikor erről lesz szó, akkor esetleg a Telektortól lehet valakit ide hívni? Mikor halló esetleg beszélni? Hogy mit? Ha a kerítést megyünk bemérni elején. És a Telektornak, meg a gázteleknek a behajtóját már nem hiszem, hogy gondozza a Telektor, ahol van az a betonút a gáztelepig, akkor miről tárgyaljunk? Akkor annyi, hogy megvitte a hivatalt, hogy legyen kidolgozva egy ilyen geometriai bemérés arra, hogy mennyire lóg át a 688-as parcella, meg jól látom a községi jelenleg a valós helyzet szerint, mérjük be, és adjon javaslatokat a cserébe. Jó? Ki van mellette? Tartózkodott valaki ellene? Egy ellen szavazattal. Köszönöm szépen. Jó? Jó. Még van itt egy dolog. Ugye most mindenhol halljuk a ilyen pályázati kiírás, olyan pályázati kiírás, gondolom, hogy sokan regisztráljátok, hogy minden oldalról jönnek a hírek, erre lehet pályázni, arra lehet pályázni, amarra lehet pályázni, de egyik legnagyobb kerékkötője a pályázatoknak mindig az, hogy legtöbb esetben kész építkezési engedélyt, a dokumentációt kérnek, és ami már ugye engedélyekkel egyben kötött, még engedélyezés a legkisebb gond. Ugyanez a gond, mint a focipályánál volt,
van egy pályázati kiírás a iskola étkezde épületének a felújítására. Iskola étkezde épületéről tudni kell, hogy hát elég problémás épületről van szó. Elég magas energiafogyasztások ugrottak ott nekünk ki elmúlt évben, hogy nem csak emelődtek a gázárok, de ténylegesen nagyobb a fogyasztás is, ami főleg a gázt illeti. Úgyhogy biztos, hogy lenne a tél felújítása, főleg ami a fűtésrendszert illeti, külső szigetelést illeti. Ablakok azok lelettek cserélve 2017 környékén, úgyhogy azok rendben vannak, ott rendben van minden, de még nagyon nagy gond a pára lecsapódás, és úgyhogy valószínűleg ott az egy lapos tetős épület volt, amire lett húzva egy ilyen zedlova sztréha, igen. Úgyhogy ott elég magas a pára lecsapódás, valószínűleg ott is kellene valami plusz szigetelés, mert erre panaszkodnak a ott dolgozók, hogy nagyon kicsapódik nekik ott a nedvesség. Na mindegy, az épület több szempontból is lenne mit megpályázni a felújításra. Van is egy pályázati kiírás, ami 1980 előtt épített épületek felújítására írt ki a közlekedési minisztérium. Voltak is kint megnézni a tervezők, hogy mire lehetne bepályázni, de hát ugye ennek is feltétele az, hogy tervdokumentáció szükséges ahhoz. Ja, megkértem a elsődleges árajánlatot a tervdokumentáció kidolgozására, és szeretném, hogyha vagy megbeszéljük most, vagy megint építési bizottságra visszük a dolgot, hogy eldöntsük, hogy investálunk-e ismét. Micsoda? Hát megint, akkor nem kertelek, hanem megint a tervdokumentáció, megint a 14 ezer euró környékén mozog. Úgyhogy megint egy elég nagy tételről van szó. De akkor nem tudom. Ez nyugodtan nagy szavazásra, vagy elvegyünk készítve, és akkor tudunk pályázni, vagy itt vagy ott vagy. Jó, csak nekem már köteles vagyok, tudod, hogy tudjatok. Úgyhogy ott az a lehetőség van, hogy vagy elkezdjük megint önerőből valamiket, vagy pedig, már ez meg csak mindig a tervdokumentáció, ami a filmben. Mert önerőből csinálok, akkor is kell, nem? Mindenképpen közelebb. Mert a fűtés föl lehet tanítani projekt nélkül, és úgyhogy az attól függ, hogy mi. Hát igen, mert kazán nem kell arra a kazán cserés, akkor nem, ez már komplett, mondjuk. Az egész. Ez már például egész felújítására, igen. És valami elsődleges árajánlatot, amit bejöttél, de kb. Tudtam. 14.500 euró DPH-val. Úgyhogy ezért mondom, hogy ezek elég nagy tételek, mert még mondjuk, hogy rendbe tervezzünk, csak még mindig a suplyba fogunk tervezni. Csak akartam, hogy tudjátok, mert kell erről beszélnünk, hogy elinduljunk, és még plusz a kidolgozása a tervnek is, mondjuk, az a része ennek összegnek. Tehát lehet meg kivenni azt, amelyet nem, mert most szükségünk van a pályázatban. Mi kellene pályáznom, és ezt mondja, hogy ezt csinálhassuk, mondjuk be széletörnyedetőt, akkor arra csinálni valami olyan projektot, hogy az legyen meg. Mikor jön ezt észrevenni legközelebb? A 14.500-ból 300 metriket előtt. Na ezért mondom, hogy ezek azok a kérdések, amik... Ne különhozzá állítanék! Én azt mondom, hogy abból az ár, kutatlan, tervdokumentáció, 300 metriket csak a tető. És én... Jó, de... Jó, de... Jó, de... Jó, de... Jó, de... amit most kiközöljük egy konkrét rá, és most akkor bennem van, jól értettelek a kiközői, a fületesülés, a architektúra, výmenat verík podlák, energetika, výmena svetiel, fotovoltaické zariadenie. Mondjuk az ilyeség. Fotovoltaik. Az a kiírásnak amúgy a része, hozzá teszem, hogy kell, hogy ilyen hasznosítható energiák legyenek telepítve. És ez a melegvízre esetleg nem jön elég, csak hogy arra használni? Fotovoltaik állal egy-egy körség. Hagyjuk a bizottságra.
Már átveszünk a bizottságon ezeket a részleteket, kimegyünk megnézni, hogy mit lehetne ott? Nem. Nagyon sok olyan mennem, de nem tudom, hogy egyszerűen úgy lehet az egészet megcsinálni, hogyha megismered pályát, gondolom, hogy az határ meg van határozni, és mennyi kihagyott a pépüstől. Kikör megítélni, hogy pedig hogy kell. Hát az a legkevesebb, az a legkevesebb, bár csak ott tartanám, hogy realizálni kell, mert volt már példa, hogy arra azért adnak bizonyos módon. És ahol arra hitták, miért van ezeket így adnak? Ez pontosan nem, mert 1980 előtti épületet kell, és a óvodán meg nem 1980 előtt, hanem az 85-ben volt körülbelül adtadva, úgyhogy elvárták a helyezőpapon, nem passzol bele. Mármint melyiket mondod most, a most nagyon óvodán? Nagyon óvodán, nem, mert az nem 1980 előtti épület. Jó, akkor szerintem annyi, hogy ezt is foglalkozzunk ezzel a bizottságon, hogy mi az a... Nehéz megtalálni azt a ár-érték arányt, hogy mennyi pénzt rakjunk a tervekbe állandóan, és mennyi az, amit lassacskán inkább megcsinálunk saját erőből. Ez számomra ez is olyan, hogy tényleg kérdés, ezt megmondom nyíltan, de ha eldönteném, akkor nem bocsátanám itt vitára, de azért ez nagy dilemma, értitek? Mert az, hogy kiadom közel 15 ezer eurót, attól még nem csináltunk meg semmit. És milyen összeg a pályázat? Az 1 millió 500 ezerig van, azt hiszem a maximális támogatás, ha lennénk szeg, úgyhogy végül is az rendben is lenne, csak itt a kérdés, a sikeresség is, az ugye az nagy bizonytalan, hogy... De egy dokumentáció, hogyha egyik pályázatban nem vagyunk sikeresek, valatások van a sikeres. Igen, az egy jó szempont, hogy akkor az már végül is, az már, ha lesz olyan hasonló kiírás, ami passzol és nem kell átolgozni, akkor azt már újra tudjuk aztán hasznosítani. Mert engedélyeket azt lehet hosszabbítani, az a legkevesebb, úgyhogy végül is, ha így hosszú távon nézzük mind investíciót, akkor lehet megtalálni. Azt a terv dokumentációt, azt már lehet csinálni, hogy is, hogy esetleg nem pont pályázott beadásra, de konkrétan használni a felújításra, hogyha esetleg nem előbbül is van. Hát most, ha úgy van, akkor most úgy kell elkészíteni, hogy a pályázat. Igen. Aztán már amikor... Ha nem sikeres, akkor kell lebontani, de akkor általában az a tapasztalat, hogy az sincs ingyen. Attól függ, tudod, hogy mit tudunk realizálni. Gondolom, milyen fűtést nem kéne, mert azok külön vannak tervezve. Amúgy a szakmák azok amúgy is külön vannak tervezve. És ez a pályázat már ki van írva? Igen. Tudjuk, hogy milyen feltételeket? Igen. És miért nem kapnánk meg például, mert már 10-nek adnak és akkor veszünk a 11-ig? És mikor írták ki ezt a pályázatot? Ez a pályázat most év elején, de ez jövő év végéig zárul, úgyhogy... De szerintem azért nem kellene maximálni, kellene gyorsan lépni, ahogy bekerüljünk. Ha 10-nek adnak, vagyunk a 9-én. Nem csak azon múlik, sok minden nem múlik. Mindegy, azt nem tudni. Van, amit... Szóval nem nehéz olvasni, hogy milyen szabályok szerint. Nem biztos, hogy érkezési sorrendben a szabály, tudom. Nem biztos, hogy ez szerint választom. Nem tudom, hogy mi szerint, ha a projektek szerint tudod, hogy melyikben mennyi potenciál van, milyen kihasználtság, én nem tudom, milyen értékelési bizottság vannak. Az energetikai hatékonyságot, hogy mérik, azért kellene, hogy ezek újrahasznosít, vagy ezek alternatív energiaforrások, ott ezer szempont van, úgyhogy ebben országban nehéz előre menni. Pályázat sikeres vagy nem sikeres, pláne most ebben bizonytalanságban, ami lesz, hogy jön, vagy van. Na mindegy, úgyhogy ez a kérdés, hogy ez sok esetben föl fog merülni, hogy mennyit investáljunk a tervekbe, amik csak ugye papírt fognak hevelni. Vagy indítsuk el, és kipróbáljuk. Végül is az egy olyan épület, ami előbb vagy utóbb, figyelemre fog szorulni. És hogy csúsznánk egy hónapot, hogy megvizsgálna a bizottság is, egy hónapról tudunk dönteni. Ennyire befolyásolható, hogy a bizottság
eszünkbe, hogy érdemes-e. Azt kell vizsgálni, mi a valószínűség annak, hogy sikeres lesz a pályázat. Akkor viszont mennyire befolyásolja, tehát több pályázat, hogy pályázat másokat is tud megpályázni, másfajta pályázat, hogy valahol az összetalálkozhat, hogy a konkrétan például láttam már erre és arra, és amikor a futballpályára vannak valamit, hogy milyen megszik a másikó, nincs az a mondós telefonomban kapott úgy is annyit, hogy a sárkányi pályára. Nem, ha különböző rezortokon van, akkor nem, csak ugyanabban nem lehet pályázni, nyilván két projekttel. Jó, az a logikus, csak mondjuk belpályázni. Azért az egy nagy, mert tényleg ott van a nagyobb oda, ott is. Ott van a nagyobb. Akkor hagyjuk ezt, mivel nem annyira egyértelmű, akkor hagyjuk arra, hogy kibővítő bizottságról beszéljük meg, hogy melyik irányba, mert nekünk is van egy bizonyos költségvetési határunk, ami már futunk a idejéni költségvetéssel, és azért az nem csak úgy van ér közben, hogy ezek nem betervezett tételek, erre meg kell keresni a forrást. Jó, hagyjuk a bizottságot. Hogy meg azt akkor elmondom, hogy itt van három részleg is. 8400 a projektport dokumentáció, nem látsz, hogy több nézt adni. Igen, 3000 a kérvény. Úgyhogy összes többi az csak management. No, de az már a kérvényel van együtt, igen. Arra adott pályázatra. Hogy kidolgozzák? Igen, én a végösszeget néztem, hogy ennyi a költsége annak, hogy beadjuk azt a pályázatot, abban igazad van akkor is, hogy 8400 a tervdokumentáció. De ami is úgy is kell, nem? Ami, hát attól, hogy önerőből csinálod, akkor nem fontos, mert mondom, ilyen fűtésrendszer, meg padlócsere, vagy tetőizoláció, arra egyszerűsített projektek elegek, mert az omlás szennyére, úgyhogy arra nem kell ez a, nem kellenek rá bonyolult szakmai hátterek, azt mondhatni. Pár száz, lehet, hogy ezerösből nem akarjuk. Vagy ahogy nem látom. Annyira rossz állapotban az állapot, ez a biztos nincsen. Micsoda? Annyira rossz állapotban az állapot, nem biztos nincsen, mert volt, ami kaptam. Gondolom, ott a fűtésrendszer is már régebbi lehet, úgyhogy maga azon is tudnánk valamennyit spórolni. Itt ami a legelső szempont lenne, az a látékményeknek a vitolátot megcsinálni, és azzal, ha már van csinálva, aztán tovább nyilván az a alap mindennek. Több esetben sokkal többet biztos, hogy másik a fűtés, a villanyozása milyen gondol, vagy pedig meg. Hát annyiban, hogy régi ezek a nem a vezeték, csak a osztrák-német, az se legyen is tudott, hogy az is valamennyire elmegy, hogy az akkor maradjon, legyen az a kibővített bizottság, ahol akkor összemérjük azt a óvoda versus ez. Óvodáról is van már egy elsődleges kicc, azt akkor elmondom majd a bizottságnak, hogy azt milyen úton lehetne elindulni, és akkor döntsünk a kettő között, mert ennyi mindent nem fogunk tudni megvalósítani egyszerre. Anyagilag nem terv, ez nekünk ennyi terv, és még nem tartunk sehol. És van is úgy csinál. Jó, akkor erről nem is kell szavazni, mivel erről nem volt olyan programpont, akkor ezt is megkérem bizottságba, jó? Foglalkozzunk vele. Ezt akartam, a pap, evangélikus tiszteletes asszony, Tulákova, szeretettel meghívja a testületét május 27-én. Deákén kérte, hogy továbbítsam a meghívást egy
házi énekkar, ez a Diakovce-nak a CD bemutatójára 18 óra volt, aki szeretne menni, érte, hogy továbbítson a meghívót. És még egy utolsó beszámoló, hogy sajnos volt egy tűzbiztonsági ellenőrzésünk a Reg otthonba. Szólt ez a vesztesmoszni technikunk, hogy erről mindenképpen számolja be. Ugye a tűzbiztonság nézi a régi terveket, ugye közben már nekünk kész a építkezési engedélyünk, ugye a tűzlépcsőre, még jó, hogy az megalap, utána látta, véleményezte a tűzlépcsőt, a liftet, hogy ezt így rendben is találta, egyetlen egy gond lesz a Reg otthonban, ez a protipozsia medvere hiányolták, úgyhogy valószínűleg muszáj lesz kibővítenünk a terv, vagyis hogy ezt a protipozsiai valami plánt, és lehet, hogy ez is egy olyan dolog lesz, amit muszáj lesz lecserélni bizonyos szakaszokon a tűzvédelmi ajtóból. Erre majd időben értesítést adok, ahogy az a adott tervező, aki a protipozsiai plánával foglalkozik, kijelöli azokat a pontokat, hogy hol kell az a tűzbiztonsági ajtó, mert ugye szakaszokra van pontva, úgyhogy ez lehet, hogy ez is egy kihívás lesz, amit le kell győznünk. Hát nem lesz az sem mondom egy pár euró. Hát jó, csak akarom, hogy tudjatok valahogy, ez is múlt héten lezajlott. Jó, másodszor. Többi ügy folyamatban van, ha valami kérdésem, akkor nyugodtan kérdezzetek. Ha valakinek valami eszébe jut, akkor amennyiben nincs egyébben, köszönöm szépen mindenkinek a aktív részvételt, és szép estét kívánok! Köszönjük!